kezükben hozza valami érésítőt, vagy ha simán a mosdóra. De úgyis meg tudnak csatlakozni, mert nem 5 percet fogom beszélgetni az a gyanúra, mert ma beszélgetni a társaimat munkáról mellettem, aki korábban az Indexnél hozott, ugye most a Telex színeiben van jelen, Zöldi Blanka, aki a Direkt 36-tól a Lapmuszhoz távozott, és most azt képviseli. És itt van velünk Bíró Dani, aki a Partizán színeiben van jelen a beszélgetésen. Örülök, hogy itt vagytok, és először egy általános kérdést szeretnék költeni nektek, aztán lesznek konkrétumok is, de a Vera már azonnal mondta, hogy azért ez elég sokkoló volt nézni. És valóban én azon gondolkodtam, hogy nagyon sokszor használjuk különböző társadalmi területeken a kutyai berendezkedés valamiféle előkép felmutatására, hogy ugye előrébb járnak, de hasonló úton, mint a magyar rendszer. Most az oké, hogy ez néha megalapozott, néha kevésbé, de arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek ismerős eszközök köszöntek-e vissza. Volt olyan pillanat, ahol a kormánytól független újságíróként dolgozva találva éreztétek magatokat, és ismerős volt a szituáció. Vera. Nem tudom, hol van ilyen talapcsol a mikrofon. Én most láttam először a filmet, nem néztem meg előtte, úgyhogy hát eléggé a hatással elkerültem, igen. Többször volt közben a hajaményem, például amikor elkezdték összerakni a csatornát, és ilyen nagyon intenzív időszakot éltek, akkor azért abszolút felidézhetem a 2 évvel ezelőtti telexingulást, ami habár nem egy gyönyörű kastély van, hófehér épületek között zajlott, mondjuk a Margit szigeten a füvegővel, de mégis volt egy ilyen intenzív része. Amikor effektíve kérdeztél közben, meg azt is gondoltam, hogy mennyire szuper, hogy ezért nem itt tartunk még. Nyilván ez itt a nagy kérdés, de hát Magyarországon azért nem tartoztatnak fel újságírókat, ugye most itt nem láttuk, de nem ölnek meg újságírók a Szlovákiában, Máltán, az utóbbi évekről beszélek, csak történtek ilyen esetek, tehát sok tekintetben azért a magyar sajtóhelyzet az azt is mondja. Békésen. Vagy a penerégye. Blanka? Én másodszor láttam a filmet, de először magiban. És egyébként nagyon érdekes, hogy nekem most lehet, hogy a mozi élményre visszahozott én a erős felhúzamot a nemrég bemutatott Navalnyi filmmel kapcsolatban. Azért nem emlékszem a filmnek a címére, de a Navalnynak a politikai tájékozását veszi végig. És pontosan ugyanaz volt az érzésem, hogy a mozi terében így a székbe szegeződve folyamatosan átérzem, hogy aha, ez mind tök ismerős, és hogy mennyire jó, hogy Oroszországban az iszonyatosan nehéz körülmények ellenére azzal szemben ember, ilyen nagyon hős típusú embereket lehet látni, és ez szerintem így borzasztó inspirálóan tudhatni magánemberként és újságíróként már, hogy ezeket nem tudom egyébként, de azt mondom, minden, hogy nézve ezeket a filmeket, és igazából a vége nekem mind a két filmben nagyon erős volt, mert a Navalnyi filmnek a végét tényleg bőgtem, de ezen is az volt, hogy aha, tök jó hősnek lenni, csak hogy mi a vége. Tehát, hogy Navalnyi börtönben van, itt most az utolsó gyors feliratokban láttuk, hogy amikor elkezdtek YouTube-on is a háborúról közvetíteni YouTube csatornát is blokkolták, és ugye az utolsó mondat, hogy az újságírók elvették Oroszországot, és egyébként most az ukrajnai háborúval kapcsolatban bemutató dokumentumfilmeknek is a nagy része úgy készülhet el, hogy az alkotók, az újságírók azok Oroszországon kívül élnek. Tehát bennem ez mindig ilyen nagy kérdéseket vett fel, ez az inspiráló meg a nyomasztó. Már a saját munkáddal kapcsolatban, hogy mit hol a határ, hogy meddig érdemes? Nem is azzal kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban, hogy merre felé megyünk mi. Hogy hol lesz például ebben az országban a váltás. Nagyon érdekes szerintem itt ebben a filmben az, hogy ami gazdasági jólét van, addig egyébként működhetnek a csatornák is a viszonylagos szabadságban, és amikor a gazdaság megrogyan, amikor a valóság nem teljesen van áttörésben a médiával, akkor kezdődnek az igazán nagy problémák. Most ugye a kezdődő és valószínűleg folytatódó válságban azért nagy kérdés szerintem, hogy ne felé tudnám menni egyébként a média helyzet Magyarországon.
újságírókat Magyarországon, mondjuk, amikor arról volt szó, hogy fekete autó követi a nőt, és hogy fél, akkor azért ott vagyok, hogy hát ja, Magyarországon tudod, hogy megfigyeltek újságírókat közvetlenül kollégáimmal. Az én színnál beszélgetéseim is kim vannak, ki tudja, hogy hol. Tehát én azért nem mondanám azt, hogy olyan nagyon békés a helyzet, mert a békés helyzetekben tudunk nagyon-nagyon könnyen belesimulni és belengolni. A részletekről is fogunk beszélni, de ez így általánosságban, Dani, tiéd a szó, azért is, mert ugye nagyon adja magát a párhuzam, hogy itt egy tévécsatornát gründolnak, és hát a Partizán is effektivel tévécsatorna lett. Tehát nagyon érdekel, hogy te mennyiben ismerted fel a saját munkáitoknak a nehézségeit ebben, vagy nem? Hát én csak egy fél évvel kezdtem a Partizánnál, ezért az öltről nem tudnék nyilatkozni, azóta pedig hát ilyesmi típusú nehézségeket, vagy kihívásokat nem tapasztaltam, ami itt a filmben volt. De hát nyilván nálunk az egy külön nehéz feladat, hogy egyszerre kell a NER-rel szemben felépni, és egyszerre kell gyakorolni, ami nagyon nehéz olyan függésekben, amelyekben mi vagyunk. Engész belelátni egy kicsit a szerkesztőségi működésbe, tehát hogy történik, hogy mennyi ötleteltek, hogy vannak-e viszályok, konfliktusok, most jövök, tehát feltételezem vannak, tehát akkor mesélj is róluk, hogy mit van, nagyon érdekelne, hogy mennyi vita van benne, tehát hogy alakul ki egy egyébként, és ez semmiféle dehonesztálásnak nem számít, vagy egy értékvállalat csatornának a programja. Hát itt megint mások nevében szeretnék itt latkozni, és ezekről a vitákról nem tudom, hogy lehet a nélkülük. De hát én, mint nyíltan baloldali csatorna, ezeket vállaljuk, és hogy ezek után próbálunk utána járni. Te miért a Partizánt választottál? Fél éve. Hát nem tudom, így. Jó, ennek tűnt jó a csapat, lendületes. Jó, azért sem gondolod, hogy választottam a HVG-t, a NAKMUSZ-t, a nem tudom, Direkt 36-ot, a Telex-et, és mondtam még egy pár, és mindenhol lehet videós tartalmat gyártani. Azt mondtam, hogy erre volt egy ideológiai. Hát amúgy főleg emiatt, mert hogy érdekel a dokumentumfilm, és itt van a Partizán a inkább filmes műhelyként is dolgozó közeg. Én azt gondoltam, hogy ő teljesen egyetért veletek, hogy itt nem tartunk, de így nem csukant a újságírókat nem ölnek meg, tehát teszem hozzá, amikor Szlovákiában megölték azt az újságírót, azért akkor egy társadalom mozdult meg, és nem egy pártnak a szekért, nem egy párt szavazói, hanem hát nekem szlovák kollégáim ott voltak, és folyamatosan beszélgettek mindenkivel, és nagyon-nagyon sok színű embertömeg volt ki, akik mind kikérték magunknak, és hát egy kormány belefogott, szóval ezért volt egy ellenállás. A szlovák média egyébként én azt gondolom, hogy szabadabban működik, mint a magyar kiváltító közmédia például, amire egy picit is állhatok. De hogy oké, nem tartunk itt, de én néhány dolgot azért detektálok, ami szerintem nagyon komolyan nehezíti a magyar újságírók munkáját, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményekre. Az egyes nyilván a finanszírozás, ezt vagyunk utoljára, mert a legkevésbé kalandos, viszont nagyon fontos része az újságírásnak. Viszont van egy másik, a nem szóvállás kultúrája, ugye? Tehát újságíróként úgy újságot írni, hogy adatokhoz nem jut hozzá, információkat nem kaphatsz, mondjuk kormányzati politikusoktól ez nagyon nehéz, illetve van ennek egy következménye is, hogy mindenki azonnal bele van tolva egy jelzőrendszerbe. Tehát, hogy te mi is vagy pontosan. De most neked fog szólni a kérdés, mert a végével kezdem el ez a felszín. Azt csináltam, amit ritkán szoktam, beütöttem, hogy polygó.hu. És az ott ritkán, szóval most kivételesen átletem. És akkor beírtam a keresőbe, hogy Telex. Ugye, mint találtam? Megint gátlástalanul hazudott a Telex, megint hazudott a Telex, megint lebukott. Újabb elképesztő hírhamisítással bukott le a régi indexesek blogja, a Telex. Válságban a Telex, rámaian kevesen olvassák, Gyuri bácsi hasitasiába tartozó telexesek, akkor mitől visélnek maguk alá a háborúig elő telexesek, újabb leleplező bizonyítékat találtak a Telex nevű blog szavazatlégetős provokációjával, pártosan nem sorolom tovább, minden benne van, mit akartam mondani. Szóval, hogy ezzel például van dolga a Telexnek? Erre reagálni kell, hogy erre mi van? Mert hiszen itt egy olyan szókészlet jelenik meg,
ami nagyon dehonestál, és ha sokszor elmondják, abban a közönségben igazán válik. Én nem gondolom, hogy ez egyetemben, nem tudom, reagálni kellene, vagy kommunikéket megfogalmazni, hogy de ez nem igaz. Azt hiszem, hogy magáért beszél az, hogy van mondjuk naponta 5-600 ezer olvasója a Telexnek, hogy eltartják az olvasók az adományaikkal, hogy a hirdetők is jönnek és költenek az oldalon. Szóval én nem gondolom, hogy ezekre a vicces megfogalmazásokra, vagy vicces cikkekre kéne reagálni, de én viszont tényleg az uncsi résszel kezdeném, amit mondtál, mert itt tök sokszor elhangzik a függetlenség, meg a szabad média, mint több fontos demokratikus igény, innen tudjuk, hogy innen kapjuk az információkat, a szabad döntéseinket megsegíti, előkészíti, és nincsen független sajtó pénzügyi függetlenség nélkül. Tehát tényleg ez a leguncsi, ebben igazad van, de valójában szerintem onnantól, tehát itt is tulajdonképpen végig a gazdasági problémák, hogy hogyan tartják fönt a tévécsatornát, az legalább olyan hangsúlyt kapott, mint hogy bezárják-e őket a rabomobilba vagy sem. És hát igen, ez az egyik legfontosabb korlát ma Magyarországon, hogy nagyon nehéz fenntartani pénzügyileg a nem kormányzat közeli média szervezeteket. Az is, és az a másik, a mindennapi munkákat a másik leginkább befolyásoló és korlátozó faktor pedig, például amit mondtál, az információhoz való hozzáférés, megnehezítése, ellehetetlenítése, tehát nagyon, tényleg nagyon nehéz válaszokat kapni kérdésekre. Én 20 éve dolgozom újságíróként, tehát én pontosan emlékszem arra, hogy a 2000-es évek elején ez mennyire más volt. Tehát, hogy itt nem az történt, hogy ez mindig is így volt nálunk, hanem igaziból eszünkbe se jutott a 2000-es évek elején, hogy akkor melyik médiaszterképpen eszünkbe jutott, de hogy nem különösebben volt így a beszélgetések hangok terében, hogy melyik média szervezetnek ki a tulajdonosa, mert ott esetben nem feltétlenül merült fel, hogy ott politikai befolyásolás lehetne például. Nem annyira volt olyan problémánk, hogyha kérdéseket tettünk föl, akkor arra vagy egyáltalán nem válaszoltak, vagy valami semmit mondó kérdettelenséget. Szóval azért, és még sorolhatnám, van egy pár olyan dolog, ami szerintem. Én a válasz szeret, tehát hogy olyan nehéz elképzelni, én ugye hírújságíró sosem voltam, illetve voltam, akkor én is 20 évvel kicsit, teljesen más volt a piac, ahogy mondod, de a hihetlen válaszokat nyilván, mi van, ha nem áll velünk szóba, mi van, ha nem tudjuk megkérdezni, mi van, ha a döntéshozó elérhetetlen, mi van, ha az adatok kikérése nehézkes, akkor hogy kell újságot írni, mi az új eszköztár? Hát én nem csak hírújságíró voltam, szóval azért az látszik, ami most nem csak a Telexnél, hanem a legtöbb még, tehát nem kormány közeli médiánál látható. Ugyanúgy fel kell tenni a kérdéseket, tehát nem szabad abba a hibába esni, hogy úgysem válaszolnak, nem próbálkozni, oda kell menni. A Fábián Tamás kollégám például ugye sokan láthatták, hogy rendszeresen szalad egy kamerával, mindez farccal ugyanúgyben. Politikusok után, mert már a nem tudom, hanyadik e-mailre, mert nem tudom, hanyadik megkeresésre nem reagálta a közérdekű adatigénylést, tehát benyújtani a rakának vannak erre szerintem jó sztorjai, hogy ott utána hogyan próbálnak mondjuk rengeteg adattal, meg dokumentummal megnehezíteni még azután is a munkákat, amikor a jognak a még megmaradó lehetőségeivel élünk, és így próbálunk adatot szerezni, szóval igen, ezek így létező problémák, de szerintem akkor van a halál, amikor egyszer csak azt mondjuk, hogy jó, akkor most nem érdemes próbálkozni. Kell egy nagy szerkesztőség, rengeteg forrással és háttérinformációkkal, és háttérinfot adnak a kormánypárti politikusok a Telexnek? Hát nyilván ugye a forrásainkról nem beszélgetünk, ez a szakmának az egyik alapszabálya, de hát vannak információink, vannak természetesen minden hírújságírónak a legnagyobb értéke a telefonkönyve, meg a telefonszámai, és az, hogy kivel milyen bizalmi kapcsolatot, vagy bizalmatlan, de információt, nyújtó kapcsolatot épít ki.
ez a feladat tulajdonképpen, igen. Kihazok, nem ide. De te voltál az, aki Brüsszelig ment, hogy a miniszterelnök válaszoljon egy kérdésre, ugye? Igen, ez a 2017-es sztori. És ez konkrétan, ami a Magyarok utált is nekem ezzel kapcsolatban van tapasztalatom, amikor elkezdtünk az Orbán Sajátnak a megrosszabbodásával kapcsolatban, mert még a gyerekvállalkozatnál, ott tényleg az egy olyan sztori volt, hogy nem sokan a téven keresztül ment így egy-egy szállat egyenként felvendőítve, és akkor fordult elő olyan, hogy három évnyi kereskedés után kaptam meg ilyen 100 000 oldalnyi dokumentumot, és ilyen, hát kinyomtatva, ilyen 27 darab kartondobozban, és így látszott, hogy PDF-ekből meg Excel táblázatokból nyomtatták ki, úgyhogy tényleg remek élmény volt. Viszont olyan szempontból, hogy tényleg remek élmény volt, hogy az újságírói karrierem, aki az egyik legboldogabb napja volt egyébként, hogy akkor elkezdem keresni az Orbán dokumentumokban az Orbán Sajátnak a cégét, és hogy most hadd legyek egy kicsit én is rózsaszín, mint a filmben. Azért az látszik, hogy a bíróságok még a jelenleg jelen szerint hát inkább transzparencia pártja, tehát például nekem inkább pozitív tapasztalatai voltak azzal kapcsolatban, hogy közérdekű adatpereket meg lehet nyerni. Vagy hát ez sem lehet még meg teljes különmosítástól, akkor így visszük az ügyet, hogy minden adatot kiadjanak, meg van még 2015-ben indított ügyástól az újjelő, de hogy ezt egyszerűen muszáj megcsinálni, és valószínűleg ugye olyan nagy súlyú ügyeket érdemes például ilyen szintre úgymond eszkalálni, aminek még 5-6-7-10 év múlva is lesz jelentősége, ami szerintem nagyon-nagyon necces, például a közérdekű adatigénylések megnehezítésénél, a határidő kitolásánál, azaz, amikor például egy pandémia idején nem lehet olyan fontos napi adatokat például megkapni, hanem azt mondják, hogy oké, már 3 hónap múlva válaszolunk, ami egyébként hozzásegíthetett volna az embereknek ahhoz, hogy pontosabban tájékozódjanak a vírusról, és például legyen egy teljes képük arról, hogy miért érdemes például a megfelelő intézkedéseket betartani, és így konkrétan emberi életekről beszélünk. Tehát, hogy ez látszik, hogy egyáltalán nem játék ilyen szempontból. Szóval így a kiúrég nincs azt mondanám egyébként, hogy hát kikartónak kell lenni az ilyen nagyobb sztorik esetében. Szerintem az tök jó irány, mint amit a Telex is csinálja, és egyébként más ügyetlenosságok is csinálják, hogy megmutassuk azt, hogy ciki, hogyha nincsenek válaszok. Hogy azért is érdemes feltenni a kérdéseket, hogy az látszódjon minél több embernek, hogy az nem oké. Ezzel látszik minél több embernek? Tehát azon túl, hogy megmutatjátok, hogy ciki, hogy nincsenek válaszok. Azért kérdezem ezt, mert van egy ilyen, hát nagyon furcsa a ketté osztottság. Már úgy értem, hogy kívülállok, tehát a médiafogyasztók mondják ezt a terminológiát, hogy van a kormány sajtó, meg az ellenzéki sajtó. Én ezt például nagyon érzékenyen kezelem, hogy ellenzéki sajtónak nevezzén azokat, akik nem a Kesmán belül működnek, mondjuk egyszerűsítsük el így. Tehát, hogy az az érzésem, hogy annyira bele van mindenki tolva egy ilyen szekértáborba, és a labusz indulásakor például ez nagyon érdekes volt figyelni, hogy még egy sort nem írtatok, nyilván túlzásra írtatok meg egy sort, de hogy azonnal az jött, hogy ja, a bali propaganda. Tehát én csak bejelentettük novemberben, hogy majd januárban el fog indulni egy tényellenőrző oldal, és már akkor olyan cikket jelentek meg, hogy Soros kiadta a kilövési engedélyt, hogy az internetet cenzúrázzuk. És akkor mi csak úgy néztünk, hogy hú, hát chill. Tehát tényleg azért ez nagyon-nagyon meglepő volt, és utána, miután meg megleírtam a sorokat, inkább azt érdekes látni, hogy a valóságtól nagyon-nagyon messze elrugaszkodott kijelentéseken. De amit te például, úgyhogy most nagyon fiatal vagy és pályakezdő vagy, amikor megkapjátok a propagandistázást, a sorosozást, a sok mindent és sok jelzőt mondhatnék, erre te érzékenyen reagálsz így az elején ennek a pályának, vagy beszélgettek erről a szerkesztőségben, hogy hogyan kell ezt jól kezelni? Hát, nem kell komolyan venni. Ennyi? Ennyi. Aha.
szerintem egyre veszélyesebb, mert amit sokszor mondunk, az valóban egyszer csak igazsággá válik, de Blankház most neked szól főleg ez a kérdés, amikor Siffer András azt mondta, hogy a tényellenők a szabadság legnagyobb ellenségei, mert ők azok, akik liberálisnak mondják magukat, de valójában ők cenzurázzák az emberek, cenzurázzák a hír folyamot, és azt okozzák, hogy az emberek elfelejtenek gondolkodni, vagy nem érzik szükségét, hanem egyértelműen az igazságot akarjátok megmondani, az egyféle igazságot, akkor mit gondoltál? Hát azt gondoltam, hogy nagyon örülünk, hogy a Siffer Andrással olvasnál el rá egy cikkünket, vagy egy bemutatkozó írásunkat a honlapon, és akkor viszonylag egyértelmű lenne, hogy például nem dolgozunk együtt a Facebookkal, például nincsenek semmiféle olyan jogosítványaink, hogy bármit levegyünk az internetről, vagy meg akarjuk mondani, bárkinek, hogy mit gondolja, hogyan gondoljunk, Szóval igen, hogy úgy dolgozom, mint bármi újságíró, hogy írom cikkeket, aki akarja, azt elolvassa, és azok alapján gondolni, amit szeretne gondolni. És itt tényleg nagyon, hát nem is tudom, tök jó dolog végig felcsekkelni és Siffer Andrásnak az összes kijelentését, amit rólunk tett, de szerintem nem ez a mi feladatunk, hanem például az olyan volt egy poszt, ami konkrétan tőle is felcsekkeltünk, az, hogy Ukrajna földjének egy harmadát amerikai cégek vették meg és kiárusítják Ukrajnát, és az a teljesen nevelés újság, amit ugye a Habony Árpádnak a alapja is átadta az ő hírét, pár nap múlva közöltek helyreigazítás, hogy hát ez nem volt igaz, és hogy elnézést kérnek Siffer András, azóta sem javított a kihíróz a saját posztját, ami eljut viszonylag sok emberhez. Viszont annó, tehát nem akarok igazából itt egy ember kipicézni, vagy viszont visszanélyeskedni, de valójában bármelyik politikusnak is nagyon-nagyon a hasznára válik az, hogyha a tényeket ellenőrzi valaki, mármint az, hogy a megszólásai mögött vannak-e tényszerű állítások, azért mert egyébként Siffer András is annó elég sok olyan kritika érte, amit egyébként lehet felcsekkelni, és őnek is nagyon-nagyon hasznos volt, amikor valaki azt mondta, hogy őt például támadások érték, mert nem volt alapja. Mondanak. Nem, én csak erre akartam elvenni, hogy mondtál ez a kétpólusúság, és hogy valójában ez nem csak a médiára igaz, hanem azért az egész társadalom, mert a teljes közélet, meg a magyar nyilvános tér az elképesztő módon bipoláris, vagy ilyen polarizált abban a tekintetben, hogy mit gondolunk a világról, vagy hogyan látunk konstrukciókat, és azt kérdezted, hogy ezzel így ítelt kezdeni, vagy hát nem ilyet, igen, tehát az ellenzéki újságíró, ez önmagában valahogy nekem egy nagyon zavaros szószedni, tehát mert te ellenzéki újságíró vagy? Ja, semmiképp, nem, tehát pont erre akarom kiegyezni, hogy szerintem olyan feladatunk, hogy szuper korrekten dolgozzunk, tehát olyan mindenfajta ténynek nézzünk utána, függetlenül annak a politikai színezetétől. Van ez a szó, hogy pártatlanság, meg függetlenség, meg objektivitás. Én ezeket annyira nem szeretem használni, mert szerintem olyan nehezen érthető, nehezen megfogható, de sokkal könnyebb értelmezni, hogy legyél fair, legyél korrekt, legyél kíváncsi, legyél kritikus, függetlenül attól, hogy az egy ellenzéki vagy kormánypárti gazemberség, és ez szerintem nekem ez a válasz. Tehát hogy én azt gondolom, hogy vissza kell nyúlni a szakmának így a tradicionális gyökereihez, ami pedig az, hogy nézzük meg, mi a tény, ellenőrizzük, vizsgáljuk meg, és igazatok van, és közben vannak ilyen szürreális fordulatok, hogy az MTV a fact-check oldalt indít, mondjuk. Tehát szerintem ez egy elég szürreális dolog, ez a két gondolat egy mondatban, de megtörtént, hogy akkor az Origo fact-check helyet elszett. Tehát, hogy az a nagyon izgalmas ebben, hogy van egy szókészlet, amiről elkezdtünk beszélni, hogy mi az a fake news, hogy mi az a tényellenőrzés, hogy mi az az igazság utáni társadalom, hogy milyen eszközöket kíván, és egyszer csak ez a szókészlet ellenetek fordul. És ez egy nagyon furcsa helyzet szerintem. Most valamhozzal tartom, mert ugyanak van egy válaszom, de nem vagyok benne biztos, hogy ennyire kérdezik, nem, tehát nincsen erre csak a fegyver, hanem vissza kell menni ugye az alapokig. Tehát valószínűleg, hogyha valaki az NPDA fake news figyelőjének, csak oldalának fog kéni, az egy hiteli kérdés.
az egy elköteleződés, és valójában az oktatás fontosságát hangsúlyozom mindig, és azt, hogy nem ott kell kezdeni, azt hiszem, amiről mi beszélünk most, hanem ott, hogy tanulják meg nagyon-nagyon fiatalon már az emberek, hogy milyen érdemes újságot olvasni, hogyan lehet a véleményt megkülönböztetni a tényektől, meg az adatoktól, egy adott hírnek a forrását hogyan tudod utánkövetni, hogyha van szerzője, akkor legalább az már egy fokkal jó, mint hogyha nincsen. Hogyha az NTV-n látsz valamit, akkor meg tudod nézni azt, hogy az NTV-n egy hírtulajdonosabb állam, de milyen történelem van mögötte, úgymond. Tehát arra megtanítani az embereket, hogy hogyan olvassanak. És azok után nem arról van szó, hogy dobálózzunk a fake news-zal, meg dobálózzunk a tényellenőrzéssel, mert azt érzem, hogy ez nagyon-nagyon a felületét kapargatja valószínűleg a problémának. És mi most a Lakmuszán egyébként ezen dolgozunk nagyon-nagyon sokat, hogy már a cikkeinket is igyekszünk úgy megírni, hogy eszközöket adjunk az olvasóknak a kezébe, hogyha nem az adott hírt olvassa, vagy azt, amivel mi foglalkozunk, de lássa azt, hogy hogyan találtunk meg egy statisztikát, egy adatot, milyen eszközöket használtunk, hogyan kell a Google-ben fordítva képkeresést csinálni, stb. Tehát annak érdekében, hogy képes legyen utána kritikusabban szemlélni a többi hírt, meg mindent, amivel találkozik. Azért, hogy ne hídbeli kérdést csináljunk abból, hogy hát hisze a Lakmusznak, vagy valamelyik viselőnek, hanem higgyen saját magának, hogy legyen erre képes. Hát ez nyilván egy hosszú folyamat, de annyi, amikor vagy akár te ezt mondani rá, mit lehet? Hogy most a propagandáról beszélünk, hogy és azt korábban említettem, hogy a Partizán is függésben dolgozik, mivel a YouTube-on dolgozunk, tehát a Google-on keresztül, és hogy szerintem alapból itt a nagy tech cégeknek az algoritmusaiban, mivel nem látunk be, hogy ez hogy működik, de a tippem az, hogy a profitra megy, hogy egyszerűen, hogyha befizetsz, akkor ezek a dezinformációs láncok nagyon könnyen tudnak terjedni. És hogyha ezzel lehetne valamit kezdeni, akkor szerintem sokkal könnyebb lenne mondjuk egy felcsekkes munkája is. Uh-huh. Tehát azt mondod, hogy ezek globális trendek, amikre változtatni, és nem vagy a specialitás. Kétségtelen van egy kutatás, hogy milyen gyorsan terjed a, nem tudom, milyen konteó, meg fake news, és milyen gyorsan terjed annak az ellenőrzése, és azt hiszem ötszörös a különbség. Tehát ötször olyan gyorsan tud terjedni a fake news, tehát tulajdonképpen az ember nagyon nehezen megy utána. Igen, ez egy izgalmas kérdés, lenne összehasonlítani, hogy mondjuk nyugati demokráciákban mennyire akut ez a probléma, vagy hogy kezelik, vagy mennyire globálisan ugyanaz a jelenség van mindenhol? Hát ez szerintem abszolút globális, és itthon ez még egyáltalán nem is olyan fel témaként, és szerintem nagyon vicces, hogy egyből a Torockai beszél erről, nyilván ő kicsit máshogy keretezi, és Harari-val van elfoglalva, meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem és Zuckerberg, de hogy ő nyilván felhozza ezt a problémát, és amúgy senki más nem nagyon, és ez is nagyon érdekes. Szerintem itt azért ez nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy igen, a tech cégeknek óriási megfelelőssége van, de óriási megfelelőssége van a mainstream médiának is, akik tech cégeknek a területén közvetik a tartalmaikat, és hogyha a mainstream médiáról beszélünk, akkor most egyébként a Kesmához tartozó mainstream médiáról is beszélek, és hogyha még egyre átvédítünk, akkor meg a közbeszédnek, az alapítóinak van óriási felelőssége. Tehát az, amikor a dezinformáció, hamis információt, politikai elitnek a legfelső szintjéről terjednek, akkor ilyen többen felelőssége van a YouTube-nak abban, hogy a nemzeti konzultációnak a szankciós politikára vonatkozó teljesen hamis állításai pénzért futtatja a felületen. Tehát valójában szerintem, amit te céljak, valóban az
asszisztálnak igazából, de nem ők elsősorban ugye a forrásai a hamis információknak. És nem mondhatjuk azt, hogy nem kezdenek semmit sem ezzel a problémával. A Facebooknak is elindult a Surf Park, a Fetcsökkel programja, pont amit egyébként ugye nagyon-nagyon sok kritika ér, azért, mert hogy a hamis információknak az elérését lejegyzetelik, elhomályosítják az információt, de azzal azért felkiáltó jellel, hogy ezt az információt független ellenőrzők hamisan dolgozzák, meg akarod-e nézni továbbra is. És én is úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban rengeteg kritika érheti egyébként a platformokat, és az látszik, hogy igen, hogy indul valamiféle felismerően kezdeményezés arra, hogy kezdjünk ezzel a jelenlévő problémával valami. Mm-hmm. Akarsz azért tűzni? Hát igen, egy picit visszamennék még, hogy amikor itt az edukáció elő került, és hogy a cikkekünk keresztül jobb edukáció, hogy milyen fontos, én meg még egyen visszalépnék, hogy így mennyire nincsen semmifajta a média műveltség kiképzés az iskolákban. És hogy ez tökre szokatlan, akár a régió szinten is, tehát hogy Magyarországon kívül, nem tudom, mondjuk 5. osztályban elkezdődik az értő olvasás. Nem is megy el, mondjuk nem feltétlenül megy el a tény ellenőrzésig, de az angol news literacy-nak hívja, hogy megtanuljuk a tény és vélemény elválasztását, az értő olvasás, a kritikus, nem tudom, olvasást, és én meg inkább nyilván több fontos minden, ami az említettek, de hogy még egyen fontosabb lenne, hogyha valahogy azt gondolnám, mondjuk az oktatási rendszer, hogy ilyesmi beengedhetne a nemzeti alaptanterbe, ami hát kicsit vicces is, ahogy így kimondtam. Nekem annól még volt ilyen média órám, mondjuk annyi voltatok, hogy jó filmeket néztem. Most is leszett gimikben, nem blokkádott a Toldiban. Most is média órám. szerkesztőségileg, vagy egyénileg, mindegy, hogy melyek azok az elvek, amelyek
amelyek kizárják, hogy egy propagandista újságírónak nevezhető legyen, vagy mitől lesz valaki ez vagy az, hol a különbség a kettő között, hogy lehet ezt a legjobban megfogni. Használjátok ezt a szót, hogy propagandista, vagy azt mondjátok, hogy kormánypárti újságíró, vagy milyen terminológiával beszéltek, amikor a médiahelyzetről kell beszélni? Hát azért ez egy szómágia valójában. Én nagyon sokat veszek részt olyan konferenciákon, akár itthon, akár külföldön, ahol a magyar média helyzet a kérdés, én ott kormányközeli, ezt a kifejezést szoktam használni, de a propagandista szót is megemlítem. De igaziból több mindegy, tehát nem is ez a fontos valójában, hanem az a fontos, hogy mi hogyan dolgozunk. Tehát szerintem az a fontos, akár a külön műhelyeknek legyen, mert nekünk is van egy etikai kódexünk, ahol leírjuk, kirakjuk a terexet, és leírjuk, hogy mi így és így dolgozunk. Nekünk ez a fontos, hogy megkülönböztetjük a véleményt, hogy etikusak vagyunk, hogy mit tudom én, tehát ott hosszan soroljuk, és tudom, csak most remélem, igen, csak most rövidíteni próbáltam. Én nem töltöm az álmatlan éjszakáimat azzal, hogy akik kormányközeli, nem tudom, üzeneteket toló emberek, akkor azokat hogyan nevezzem, vagy hogy így ők mibe vannak. Mert szerintem vannak álmatlan éjszakáim, inkább attól, hogy hogyan lehet izgalmasan megtartani egy ilyen projektet, mint amit mi csinálunk, és Terexnek nevezik. Szóval, hogy lehet, hogy ez egy ilyen izgi, ilyen trónok harcának tűnik, hogy vannak a kormányközeliek, meg a nem kormányközeliek, de valójában azért ez nem erről szól, tehát sokkal inkább az van, hogy van ez a nagyon fontos feladat, a közszolgálati média nem látja a közszolgálati funkcióját, híreket kell adni az embereknek, meg kell mutatni, hogy mi van, aztán majd ők gondolnak, amit akarnak arról, de hogy ez költi le azért a mi figyelmünket, és nem az, hogy nevezzük meg azt, aki nem így csinálja. Mert ezzel egyenlőséggel mondjuk te, előfordulhat el a Jászai stúdióban a Pesti Srácok újságírója mellett, és úgy betűn bemutatva, hogy az újságírók, akik kérdeznek. Én nem nagyon szoktam elmenni más tévére kérdezni, tehát hogy nagyon kérdezek, ahol dolgozom. Jó. Blanka? Én abszolút ennyit értek ebben a kérdésben. Arról szoktunk beszélni, és azzal kapcsolatban mondunk bármit is, hogy mi hogyan dolgozunk. Hogy mi az általunk etikusnak is, és korrektnek tartunk. És azért a kérdésben azért az általában ezek nagyon fekete-fehér kérdés. Tehát itt nincsenek ilyen szürke zónák. Az, amikor azt mondjuk be, hogy mindig megkérdezzük a cikkében szereplő emberek az állításaitól, aztán hogy megkérdezzük őket, és pont. Tehát tényleg fölösleges ezekben a dobálózásokban ellen, tök lenne, hogyha mindenki viszonylag korrekt elvek alapján csinálna a munkáját, akkor nem lennének szerintem ilyen kérdések, és valóban azért egy csomó esetben szerintem mindennek a dobálózásnak, meg az, hogy az Origo-mitívnak a Telexhöz, vagy bármelyik más újságról minősítő hangrendben, annak azért nagyon-nagyon nagy mértékben az a célja, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy erről beszélgessünk most is, és ne azzal, ahogy Vera mondja, hogy hogyan tudunk érdekes újságot írni, hogy ne a sztorikkal foglalkozunk, és ebben a játékban, ugye tök hajlamos az ember velem miatt, hogy tulajdonképpen segít, mit írtak róla, nem. Tehát ugye ezt el kell várni, és sokkal inkább a produktíva, az értékteremtő dolgokba kell tettetni a testek játékot, mint ez a válasz, mint ember. Dani? Hát szerintem se nagyon fontos kérdés, hogy ugye Szenszki Zsolt az most újságíró vagy propagandista. Hát igen, és hát onnantól kezdve, hogyha személyeskednek, az már nem újságírás, onnantól kezdve azt annyira nem kell komolyan venni, de viszont sokat elárul a mai magyar nyilvánosságról, hogy ez belefér. Igen, ez érdekes,
mellé nem értettetek maximálisan egyet, ezt szerintem is sejtettitek, hogy tudjátok, hogy valami fontosnak tartanám leszögezni, vagy ilyen valami keretrendszert adni, és azt mondja, hogy azon kívül van az talán valami más, én ezt valamiért fontosnak tartom, de nem is azért, nem az én jólétemnek, vagy az én állatlan éjszakai miatt, hanem ezt közügynek érzem, hogy valakinek nincs orvosi diplomája, ez nem menjen be műteni. És itt most nem a diploma hangsúlyos, csak hogy az egy nagyon konkrét dologhoz köthető, ki az orvos és ki nem az orvos, vagy ki a, nem tudom, értitek, valamiért ezt fontosnak tartom, de megértettem, hogy nem. Viszont még azt akartam megkérdezni Dani tőled, hogy a Partizánban van olyan dilemma, hogy kinek adjunk teret és kinek ne adjunk teret. Van néhány olyan interjúja a Marcinak, amivel kapcsolatban ez sokszor ilyen közéleti vitákat szít, hogy nem tudom, a Tibi atyával most volt értelme beszélgetnie, vagy a Németh Balázsra, aki elköszönt a Híradótól, hogy annak volt értelme annak a beszélgetésnek. Erről van belső szerkesztőségi folyamatos gondolkodás, hogy vagy mindenki jöhet, aki jön. Ennyi valakit hívtok, szóval nem úgy, hogy megfogok, csak... Hát most a Tibi atya az ugye a PEP műsor, aminek kimondott célja, hogy minél szélesebb tömegekhez el tudjunk érni, és olyan hát népszerű, tudatipari személyek jönnek el, akik milliókhoz szólnak, és ott megkapják a kérdéseket. Hát van nyilván vita, hogy kit hívunk meg, hogyan állunk hozzá, persze. De van lesz egyet, vagy nem? Nem. Kár, hát úgy felmasom, nem a konkrét dolgot is elmélye. Még egy dolgot, ha ehhez akartok hozzászólni, szóljatok, vagy ha nem, akkor visszakanyarodok egy kicsit a filmhez. Két dolog, és az a véget köröm, amit most kérdezni szeretnétek. Az egyik, hogy egy ponton megjelenik benne egy önkritika, tehát, hogy arról beszélgetnek annál bizonyos asztalnál, hogy mi milyenek vagyunk, ez a csatorna milyen, hogy a idétlennek érezzük, meg a tapsikolunk, meg minden, amit nem veszünk észre a világból. Ez szerintem egy több fontos dolog, hogy ti hogy kezelitek a saját önkritikátokat, és a legvégén meg azt szeretném megtudni, hogy voltatok-e, éreztetek-e lelkileg olyan nehézségeket, amit ez a nő, amikor a totális kiégést és a reménytelenséget is érzi bizonyos pontokon, egy ilyen teljes fásultságot és értelmetlenséget. És kíváncsi vagyok, hogy ti azzal a szakmai úttal, amit már bejártatok, te még nem, vagy te bejárod, hogy azzal éreztétek-e valahol, hogy ez fú reménytelen. Hát most sok mindent kérdeztél. Nyilván nem ülnék itt, vagy nem tudom, tehát hogy akkor valószínűleg valami más klassz, másik szakma lenne a választó. Tehát én hiszek ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy csinálni kell, hogy bármennyire fárasztó, mert bármennyire fuck this job, lehet, hogy minden nap gondolok erre, de valójában mindig fölülemelkedik az, hogy ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Azért volt szuper jó ez a film, mert szuper nyomasztó is, mert például ismerem a Misát Zagárt, aki Berlinben él, és egyáltalán nem hátrahagyta ezt az életét. És nem is újságíró? Hát de hazaír, tehát hogy el kellett hagyni a hazáját, a családját, és hát egy ilyen igaziból fantasztikus dolgot létrehoztak, és hát mégsem úgy alakult, ahogy szerették volna. Hát igen, itt az utolsó mondatok tették igazán szuper nyomasztóvá ezt az egészet. Nem tudom, hogy kanyarodtam ide, mert nyilván dolgozik bennem a film. Hát én nem szoktam itt tangózni, de sokat sportolok. Rákat elmondod a szerve, vagy? Szalaszkázni szoktam. Ilyen fontos témák az amikor se szoktunk táncol. De... Szerintem az a film a túlélésről szól. És a folyamatos megújulási képességről. Nekem nagyon-nagyon érdekes volt látni, amikor először láttam a filmet, borzasztó idegesítő volt számomra, például ezzel a nő, ezzel a csili-bili, rózsaszín autó, meg nem tudom, önpromó, táncolgat, tényleg hagyjuk. És most nekem másodszorra nézve jutott az eszembe, hogy ez mennyire szuper, hogy azt mondja, hogy és akkor jött a valóság.
És akkor látjuk, hogy van ilyen, hogy terveztük, hogy majd az optimista interjúk, meg a beszélgetések, meg minden, tehát hogy azt látjuk, hogy a többi csatorna más közvetít, mint ami a valóságban van. És egy ilyen váltás, egy ilyen komoly reflexió, változási képességet kivitelezni szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper dolog. Még akkor is, hogyha fásultságot menne rá okoz, az, hogyha valaki ebbe igazán belefekteti az életét. És igen, önmarcangolás, meg önkritika, meg kételyek, az, tehát hogy benne a személy szerint folyamatosan van. Tehát én még sohasem mondtam azt szerintem az elmúlt években, hogy hát most így minden szuperül 100%-osan működik, de hát akkor így nyugdíjba mehetnék. Szerintem, vagy nem tudom. Tehát, hogy amikor nincsen meg az emberben az, hogy hogyan lehet jobban, hogy hogyan lehet ügyesebben, hogy hogyan lehet több embert elérni például azokkal az anyagokkal, amiket fontosan gondolunk. Tehát hogy az a lényeg, hogyha ezen magadik az ember, akkor szerintem nem van. Jó, de néha egy új kihívás. Nem sziszi-puszi a küzdelem? Tehát értitek, most beindul egy ilyen propaganda centrum, mondjátok meg, hogy hívják a sok fiatal, mondja, a közön, igen. Hát, szuper volt az így telefon, ezt elpróbáltuk többször. Na, a megafon, hogy az érted most az ellen, hogy harcolsz a lakusszal, vagy a telekszel, vagy... És nem, hogy a megafon ellen kell harcolni, hanem az általa közvetített valótlanságok ellen nyilván. Hogy ez néha nem reménytelen, vagy sziszi-puszi. Én megint csak visszautalok arra, hogy nem egy harcként kell fölfogni egy másik oldallal, hanem mondom, hogy nem oldallal, a tényekkel, a tényekért. Megszállni azt a cikket, tehát hogy ez meg is íródik az a cikk, hogy mennyi pénzből tartják fent a megafont, hogy kik dolgoznak benne, és akik ők amúgy még mindenki az dolgot vittek véghez az életben, hogy milyen mennyi valóság alapja, vagy ellenőrizhető ténybeli alapja van azoknak az információknak, amik ott elhangzanak. És erre is tök jó lenne kivenni szerintem ezt a harcolós narratívet, mert hogy nekünk nem ez a feladatunk, nekünk egy sokkal lucsibb, ilyen szárazabb információ átadó funkciókban, vagy legalábbis én így látom. Tehát, hogy ez a tájékoztassunk, adjunk információkat, a lehető legtöbb legszínesebb fajta, legtöbb oldalról megtámogatott információkat, és aztán majd a közösség azt így befogadja, feldolgozza és értelmezi. Nyilván segítünk ebben az értelmezésben, elemzésekkel, magyarázatokkal, stb. De hogy nem, én nem látom, nem vagyok hajlandó, akkor inkább úgy mondom, ezt egy ilyen harcként fölfogni. Amit én kérdeztem, az, hogy mekkora az elérése annak, amit te oda tudsz tenni mondjuk egy tényellenőrzéssel, és mekkora az elérés az eredeti teljesen, nem tudom, valóságot nélkülöző dolognak, és ezért kérdezem, hogy mennyire sziszi-puszi. Ez persze, ez szerintem abszolút, tehát erőforrás kérdés. Igen. Az, hogy a megafon, sem is tudom, csak a Facebookon a választás kampányon, persze, tehát rengeteg. És igen, ott vagyunk, hogy nem ilyen tényellenőrzéssel fogunk elérni, és nem az alapban követni tényleg az internet folyamat, kapitás, kisúfogat és zsáltán jeleket ellenőrizünk, de egy-egy cikket bizony írunk arról, meg nem tudom, most elkezdtünk azzal kísérletezni egyébként, most TikTokon csináltunk rá, egy videót, aki azt mondta például, hogy az oktatási tüntetéseken október 23-án nem volt egyetlen magyar zászló sem. És ez pontosan egyébként 5 perc volt megcsinálni TikTokon, hogy mondtam, 3-2, itt vannak a magyar zászlók, de Dániel visszavász, hogy úgy csak négyet találtatok, és akkor még utána nem, még egy videó, hogy még itt van még több, és tényleg, hogy nevetségessé lehet tenni az egyértelmű hazugságokat. Tehát ebben szerintem igenis van elő, és valóban a rendszer szintű problémákra érdemes elmutatni, és még
oktatással is még olyan cikkekkel, hogy mi is olyan sokat foglalkozunk azzal, hogy a kormány közeli média hogyan közvetíti a valóságot. Tehát például egy nagyon tanulságos cikk volt, amit a Diószegi Barlágnak a kollégám írt arról, hogy mit látnak a médiai lapoknak az olvasói a valóságból. Megjelent az, hogy átvitte a 400-as küszöböt az euró, annó, vagy rezsicsökkentés emelés lesz. Tehát, hogy az egésznek a mechanizmusát bemutatni, az szerintem nagyon fontos, és a másik része pedig ennek mindig az, hogy ügyesnek kell lennünk abban, hogy olyan tartalmakat gyártsunk, amik hasonló módon organikusan tudnak úgy terjedni, mint az egyébként közpénz milliárdokkal megvolt egyik tartalma, de én hiszek abban, hogy egyébként az önmagában álló érték meg korrektség az van annyira értékes, hogy nem kell olyan milliárdokat tenni, hanem terje magát is. Szerintem sem a Blanka mondat az nagyon fontos, hogy rendszer szintű problémákra kell fókuszálni, és ezek nem ilyen táborokra osztják szét a nyilvánosság, hanem ezek mellett tényleg mindenki látja, hogy omladoznak a kórházak, az oktatással mi a helyzet, és hogyha ez még nem tudom, a nem túl izgalmas szakszervezeti mozgalmak munkajogra is ki tud terjedni, ami tényleg mindenkit érint, akkor ezekkel lehet mozogni. Csak az a kérdés, hogy hogyan lehet izgalmasan ezeket feltárni és utána lenni. És szerintem ez a film tanulsága is volt, amit annak is kiemelt, hogy először nem tetszett ez a Porsche-s, pesgőző lifestyle. Egyébként egy ponton Louis Vuitton táskákra támasztják ki a kamerastatívot. De mondjuk az már jól ilyen, tehát szerintem hogy ez egy elég őszinte pillanat volt, meg szerintem a Michel Ziegler főszerkesztőnek a kiszólása is beszédes, amikor csúcsra érnek, és valami olyasmit mond, hogy megnap lettünk, mint egy család, mint egy szekta, a szabadság szektája, és így, hát nem tudom, hogy ez a kettő egymás mellett hogy fér meg, és szóval nekem ezért is volt nézni a filmet, mert hogy ez lényegében az orosz középosztálynak egy ilyen története, kalandja nem jött össze, és ez főleg azért, mert nem jutott kezet a lejjebb lévőknek, akiket most küldenek ezzel Ukrajnába. Szóval ez az önkritika, amit megfogalmaztak a filmben is, hogy narcizmusban szenvedünk, az szerintem érvényes itthon is, és ezen lehet dolgozni. Aha. Érdekes szempont szerintem ez a narcizmusban szenvedés nyilván szerkesztőségekre. Tőle nem kérdezem meg, hogy voltam neki, és pillanatban, mert nagy baj van, ha az elmúlt 6 hónapban beszéltem. De az érdekes lenne, és ez tényleg csak egy gyors kör, hogy amikor elkezdtétek, mit vártatok az újságírástól, és ez mennyit módosult mostanra? Ez neked nem kérdés. Ebből most kimaradsz. Hát... Vagy semmi, mondod, hogy semmi. Ugyanolyan idealista vagyok, mint amikor elindultam, nem tudom. Ha idealista vagyok, az alap. De valahogy olyasminek tűnt ez a munka, hogy ott lehet lenni, ahol történnek az üzleti dolgok, meg lehet sokat utazni az országon belül, akár országon kívül, ez már egészen utopisztikusnak tűnt, és izgalmas emberekkel lehet találkozni. És ez a része tulajdonképpen megvan. De tényleg, tehát, hogy nem elbagatelizálva a kérdés, rettenetesen sokat változott az elmúlt 20 évben ez az egész. Tehát tényleg a mindennapjaink, ahogy dolgozunk el, az egészen döbbenetesen eltérő. Ezek a szempontrendszerek talán ugyanazok, ezért csináljuk mi még a kollégáimmal mindig ezt a munkát. Blanka? Hát most elkezdtem gondolkodni nekem, tehát ugye az újságírás tartalmával kapcsolatban mindig ugyanez volt. Iszonyatosan érdekes, imádom csinálni. Az, hogy,
hogy hogyan lehet csinálni, azzal kapcsolatban nem voltak túl nagy illúziói, mert emlékszem, hogy én hát még nyilván a suli újságban írtam az első cikkemet, az első tanítási napnak az osztályfőnöki óráiról, és leírtam akkor a suli újságnak a címlapján, hogy valami unalmasak voltak, és utána így a sulinak a hangos bemondójában zöldi tanítást várják az igazgató irodába, és akkor az osztályfőnökünk ki volt akadva, hogy hát ezt hogy lehetem leírni, és hogy fú, te jó ég, hát akkor jóvá tehetem azzal, hogy ha már az első osztálykirándulásról, amire megyünk, arról majd azt fogom írni, hogy az viszont tök jó volt. Oké. Okay. És akkor azt válaszoltam, hogy jó, szívesen írok az osztálykirándulásra, amilyen lesz, majd azt leírom, hogy milyen volt. És utána egyetemet én 2013-ban kezdtem. Várjál, és jó volt az osztálykirándulás, de ez után leírom, hogy jó volt, ez tök tiki, mert akkor vele labíroztam. Unalmas volt az osztálykirándulás. Tizenhárom egyetem, 14-ben kezdtem az Origónál dolgozni, valami izgalmasan, mennyi időszakon utána pár hónappal később László Jámoszon Huletta adóban megjelent cikkek miatt, és akkor felállt a teljes Origó politika rovata, és akkor ott voltunk egyébként nekem, az volt az ilyen testek élményen a filmen, amikor kapcsolták ugye először a csatornát, és akkor jutott eszembe, hogy jó, hogy Magyarországon ezt három. Tehát én nagyon emlékszem arra a 2014-es